Üdvözöllek! Mostani alkalmunk témája, bizalommal állni a végső ítélet előtt. Első Jakab angol királyról azt mondják, hogy megpróbált maga bíráskodni. Egy alkalommal figyelmesen hallgatta az egyik felet, és már csak nem kész volt döntését meghozni, amikor meghallgatta a másik felet is. Ekkor azonban teljesen zavarba jött, és nem tudta, hogy mit tegyen. Az az ember, akit először ártatlannak vélt, most bűnösnek tűnt. Akit előbb még bűnösnek gondolt, az pedig ártatlannak látszott. A király végül kétségbeesésében visszavonult bírói pozíciójából. Első Jakab így emlékezett meg erről. Csupán az egyik oldalt halva, nagyon jól meg tudtam volna birkózni a feladattal, de miután mindkét oldalt hallott a lelkem, nem tudtam, melyik az igaz. Egy zavarba jött bírónak nehézségei támadnak a helyes döntés meghozásában. Isten elfogulatlan, teljesen helyes és igazságos bíró. Ő egyáltalán nem hozható zavarba, amikor bennünket megítél. A Biblia azt tanítja, hogy mindenkinek van egy függőben lévő pere Isten előtt. Már most idézés kapunk készhez, hogy megjelenjünk és számot adjunk bíránk előtt arról, ahogyan élünk és amit teszünk. Minden férfinek és nőnek, aki valaha élt, megvan a függőben lévő ügye Isten ítélőszéke a világegyetem legfelsőbb bírósága előtt. Pálapostól beszélt arról a találkozóról, amin az egész világnak meg kell jelenni. Rendelt egy napot, melye megítéli majd a Földkerekségét igazságban. Senkinek sem lehet mentsége, senki sem menekülhet meg az idézéstől. A Biblia világosan kijelenti, hogy mindenkinek meg kell jelenni. Mert nékünk, minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, írja a Biblia. Akár hiszünk, akár nem, akár tetszik, akár nem, akár kereszténynek valljuk magunkat, akár nem, akár kik is vagyunk, meg kell jelennünk. Istennek nincsenek kedvencei. Amikor megidéztetünk a mennyei bíróságra, meg kell jelennünk. Miért? Pál megadja a választ. Azért hát mindennyikünk maga ad számot magáról az Istennek. A mennyei bíróság döntése örökre meg fogja pecsételni mindenkinek a sorsát. Ez a döntés visszavonhatatlan lesz, mert nincs magasabb főtanács. Azonban mielőtt egy ítéletet kihirdetnek, vagy egy büntetés kiszabnak, vagy egy pernek, vagy egy vizsgálatnak kell végbe mennie. Lapozzuk fel a Bibliát, és figyeljük meg a mennyben folyó bírósági tárgyalást. Dániel proféta így írt erről. Nézem, mi királyi székek tétetének, és az öreg leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűz folyam foly, és jő valaki az ő színe felől. Ezerszer ezeren szolgálnak néki, és tízezerszer tízezen állnak előtte. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Dániel itt Istent, az atyát, vagy öregkorút mutatja be, örök trónján ülve, megszámlálhatatlan sok angyallal körülvéve. Most figyeljük meg, hogy mit látott Dániel a következő látomásában. Látám éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jöve, és méne az öregkorúhoz, és elejébe vivék őt. Isten fiát az öregkorú előtt állva látjuk itt. Mennyire hasonló az egész egy földi bíróság képéhez? Az elnöklő bíró az öregkorú, a tanúk a szent angyalok, akik mindent láttak és feljegyeztek, a trón előtt állva pedig Jézus, az ember védő ügyvédje, ahogy János írta. Van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Bizony, mondhatjuk, úgy tűnik, mindenki ott van, kivéve a vádlottat. Tulajdonképpen ez igaz, de nézzük meg, hogy mit mond a Biblia. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. A könyvek nyilvánvalóan a perbefogottak tetteiről szóló feljegyzéseket tartalmazzák, mert Salamon azt írta. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Malakiás hozzáteszi. Akkor tanakodtak egymásra az úrnak tisztelői, az úr pedig figyelt és hallgatott és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az urat és becsülik az ő nevét. Isten észlel minden olyan pillanatot, amikor a szívünk közeledik hozzá. Feljegyez minden bátorító szót, amelyet másoknak szólunk, és minden kedves cselekedetünket. Dávid király ugyancsak ismerte ezeket a feljegyzéseket, mert ezt mondta. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, Legyenek benne könyvedben. Isten tud életed legmélyebb fájdalmairól is. Természetesen Isten mindent tud rólunk, mert Dávid azt is leírja. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Minden utamat jól tudod. Könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fogok, holott egy sem volt még meg közülük. Miközben Isten minden tud rólunk, neki nincs szüksége arra, hogy feljegyzéseket készítsem. A feljegyzések a világegyetem okulására készülnek, egyértelmű bizonyítékát adva Isten szeretetének és igazságának minden egyes esetben. A mi Isten előtti felelősségünk komoly ügy. Mindenkinek számot kell adni a legértékesebb ajándékról, az életről. Ez az, amiről Salamon beszélt, amikor azt írta: Örvendez a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járja te szívednek utaiban, és szemeidnek látásiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Máté ezt írta: De mondom nektek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertettel hamisnak. Valaki megbecsülte, hogy egy átlag ember annyi szót mond ki egy hét alatt, amennyi megtöltene egy 320 oldalas könyvet. 60 év alatt ez több mint 3000 ilyen könyvet tesz ki. Mi mindent fognak elmondani könyvtárat könyvei az ítéletkor? És ami ennél is több, még a szavak és a tettek mögötti indítékok is fel lesznek tárva. Az Úr egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek talácsait. Nem lesz törlés, sem leleplezés azon a napon. Az emberek talán képesek megtéveszteni a barátaikat, még a családjukat is, de senki nem vezetheti félre Istent. Ő olvassa szívek titkaiban. Láthatjuk, hogy amikor az ítélet napja eljön számunkra, a következő két helyzet közül az egyikben találjuk magunkat. Vagy Jézus vére fedi el múltbéli védkeink teljes listáját, vagy ezek a feljegyzések vádolnak bennünket. És természetesen nem az számít, amit vallunk, hanem akik vagyunk és amit teszünk. A Bibliából tudjuk, hogy amikor Jézus visszajön, Ő megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Nem a jó cselekedeteink a megváltásunk alapja, hanem Isten kegyelme. Azonban jó tetteink megmutatják, hogy szívünk elkötelezett Isten iránt. Most persze azt is mondhatjuk, ha egyszer kegyelemből menekülünk meg, miért a tetteink alapján leszünk megítélve? Nagyon jó kérdés. Dr. Szake Kubó írja. Gondoljuk át, hogy mit jelentene, ha az ítélkezés nem a tettek alapján történne. Mi alapján ítélne meg Isten? Bőrünk, fai hovatartozásunk, iskolázottságunk, külsőnk, tehetségünk, erőnk, gyülekezeti tagságunk, vagy csupán szakmánk alapján? Isten csak is tetteink alapján hozhat ítéletet. Legyenek azok jók vagy rosszak. A jó cselekedeteket az igaz keresztény nyilvánvalóan nem érdemszerzésből teszi. Ezek az Isten és az ember iránti szeretettel telt szívnek spontán következményei. A Jézussal való szeretet kapcsolat az, ami az ő követőit jó cselekedetekre készteti. Ezt a Prédikátorok könyvében Salamon így összegzi. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Isten féljed és az ő parancsolatait megtartsad. Mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Mivel az ember Krisztussal való kapcsolata az életvite alapján lesz megítélve, kell, hogy legyen valamilyen világos mérce, amelyhez ez az élet mérhető. A földi igazságügyi eljárásban a bírósági tárgyalás célja rendszerint az, hogy megállapítsa, hogy egy bizonyos bűntényt elkövettek-e, hogy egy bizonyos törvényt áthágtak-e. Csak akkor mondható ki valakiről, hogy bűnös, amikor egy törvényt megszegtek. Isten ítélkezésében van egy törvény, egy mérce, és Jakab világossá teszi, hogy melyik törvény lesz megerősítve úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. A megelőző versben Jakab két parancsolatot említ meg. Ne paráználkodjál és ne ölj. Tehát nyilvánvaló, hogy Isten tíz parancsolata, amit a szabadság törvényének hívnak, az, amely által az emberek megítéltetnek. Az ítélet egyszerűen meghatározza majd, hogy kinek az oldalán állunk a Krisztus és Sátán közötti hatalmas konfliktusban. Krisztussal vagyunk? Engedtük, hogy az ő élete kitejesedjen bennünk? Megvan bennünk iránta és a tíz parancsolatban kifejezett akarata iránt az a páratlan szeretet? Megvan-e bennünk a vágy, hogy kövessük az ő akaratát az ő ereje által? Beleírta a szívünkbe törvényét? Láthatjuk, hogy amikor bevándorlók egy ország állampolgáraivá akarnak válni, elvárják tőlük, hogy esküdt az adott országnak, ígéretet téve, hogy hűséges polgárai lesznek, és betartják a nemzet törvényeit. Amikor elfogadják Krisztust és szeretnének az ő királyságának polgáraivá válni, Isten arra kéri őket, hogy fogadjanak szeretetet és hűséget iránta, és tartsák meg kormányzatának törvényeit azonban nem minden bevándorló marad hűséges, ünnepélyes esküjéhez. Néhányan külsőleg hűséges polgároknak látszanak, de később bomlasztónak találják őket. Amikor ez bizonyítást nyer, az állampolgárságukat visszavonják és kiutasítják őket az országból. Hasonlóképpen nem minden keresztény marad hűséges. Nem elég az, hogy most igaznak nyilvánítanak, hűségesnek kell maradnunk mindaddig, amíg Krisztus visszatér. Nem elég a követőinek vallanunk magunkat. Engednünk kell, hogy Jézus az engedelmesség és hűség tökéletes életét valósítsa meg bennünk. Jézus azt mondta, nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én atyám mennyei akaratát. Az egész jó és gonosz Krisztus és sátán közti küzdelem Isten szeretet teljes jelleméről szól. A törvény pedig egy írott mércéje ennek a jellemnek. Nem csoda hát, hogy olyan kiemelkedően jelenik meg a végső ítéletben. Azonban a legmeghökkentőbb tény kevéssé ismert a keresztények előtt. A mennyei bíróság már most ülésezik. A Biblia utolsó könyve a jelenések tárja fel hogy Isten ítélete valójában már most folyik. Ez az oka, hogy a jelenések könyve utolsó fejezeteiben János a következő szavakkal körvonalazza a világ számára a végső figyelmeztetést és meghívást. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek is ágazadnak, és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Isten, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Figyeljük meg, hogy az üzenet nem úgy szól, hogy az ítélet el fog jönni, hanem hogy eljött az ő ítéletének órája. A második része e hármas üzenetnek kihívja Isten népét a hamis vallási rendszerekből, amelyek ezekben az utolsó napokban léteznek. A befejező része ennek az utolsó üzenetnek figyelmezteti Isten népét, hogy óvakodjanak a jelenések 13. fejezetben említett fenevad hatalmának imádatától. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából. Most figyeljük meg a 14. és 15. verseket, amelyek a három angyal üzenetének kihirdetését követik, és látám és imé valahely egy fehér felhő, és a felhőn le valaki, hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül, indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Mi az, hogy a földnek aratnivalója? Ez a világ vége. Az aratás Krisztus második eljövetelére utal. Mi történik Krisztus második eljövetel előtt? Isten ítélete. Az ítélet megmutatja, hogy ki áll készen az ő visszatérésére de meg kell állnunk, hogy nagyobb mélységben megvizsgáljuk ezt a témát. Érdekes lehet, hogy mikor kezdődik ez az ítélet. A kulcsot a legfigyelemre méltó proféciában, Dániel könyvében találjuk. 2000 és 300 est végé és reggelig, azután kiderül a szent helyi igazsága. Ez a leghosszabb idejű profécia a Bibliában. A proféciáknál egy nap egy évnek felel meg. Egy-egy napot, egy-egy estendőt számítottam néked. Így a 2300 nap 2300 évvel egyenlő. A 2300 év egy átfogó profécia része, amely Dániel könyve 7., 8. és 9. fejezeteiben található. Ez a profécia kijelöli az Úr kerességének és megfeszítésének pontos idejét. Ezen kívül azt is felfedi, hogy mikor kezdődik az ítélet. Ez a 2300 profétikus nap, vagy 2300 éves periódus Arta Szerxész király Jeruzsálem helyreállítására és gazdaságának újjáépítésére vonatkozó parancsával kezdődött. Az izraeliták 70 évig Babilon fogságában voltak, és vágyódtak az otthonuk után, hogy újjáépíthessék szeretett városukat. Végül, időszámításunk előtt 457-ben a király kiadta a régvált rendeletet. 2300 év ettől a dátumtól számítva, időszámításunk szerint 1844-et jelöli ki. Most térjünk vissza a szövegünkhöz. 2300 profétikus nap, vagy szó szerint év múlva a szentély megtisztítása kell bekövetkezzen. Láttuk, hogy a profécia 1844-hez vezet. Mi az a szentély megtisztítása? 1844-ben a Biblia által Isten ítéletének órája nevezett esemény kezdődött meg. Az óra egészet ütött. Feltehetjük a kérdést. Hogyan kapcsolódik az ítélet a szentély megtisztításához, amelyről Dániel azt jósolta, hogy a 2300 nap végén fog bekövetkezni? Mit jelent a szentély megtisztítása? Mi köze van ennek az ítélethez? A Biblia két szentét ír le. Egyet a földön, egy másikat a mennyben. Az ókori Izraelben a nép naponta vitte el áldozatát a Szentéhez. Ott megvallották bűneiket, és kioltották egy bárány életét, kifejezve hitüket Jézus, Isten fia a jövőbeni halálában. Ma, amikor védkezünk, Isten bocsánatát kérjük bűneinkre, mert Jézus meghalt helyettünk, megfizetve tartozásunkat. Azonban a Kálvárió előtt az embereknek nem volt olyan áldozat, amelyre visszatekinthettek volna, így a helyet hitáltal néztek előre, arra az időre, amikor Isten báránya meghallértük. Az ártatlan állat feláldozásával elismerték a megváltóban való hitüket, aki eljön és meghal, hogy lehetővé tegye számukra a bűnbocsánatot. Azután védkeiket szimbolikusan átvitték a szentélybe, azzal, hogy a pap, az állatvérét a szentek szentje függönye előtt széthintette a szentélyben. Azután Izrael gyermekei minden évben megtartották a legünnepélyesebb és legszentebb szolgálatokat, amit nagy engesztelési napnak neveztek, vagyis a szentély megtisztítását. Izrael népe számára ez volt az ítélet napja. Tíz nappal a nagy engesztelési nap előtt megfújták a trombitákat, emlékeztetve az izraelitákat arra, hogy eljött az ideje, hogy életükkel számot vessenek, hogy megbánják és megvallják bűneiket. Mindazokat kiűzték a táborból, akik ezt elmulasztották. Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket, minden bűnötöktől megtisztultak az Úr előtt. A zsidókhoz írt levél egyértelművé teszi, hogy a földi szentély és az abban való szolgálatok a mennyeiek szemléltetésére szolgáltak, ahol Krisztus, a mi főpapunk megbocsátja bűneinket. Pál azt mondja, olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. A továbbiakban pedig. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorral szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Krisztus halála a kálvárián biztosította a teljes engesztelő áldozatot a bűneinkért. Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő által járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük. Az igazi sátor vagy szentély a mennyben van. Minden, ami a Földön történik, a megváltás tervének eseményeit követi. Jézus a bárány, aki meghal. Jézus a pap, aki él. Jézus a mi nagy főpapunk. Épp ahogy az izraeli pap belépett a szentek szentjébe évente egyszer, úgy Jézus az idők végén belép a mennyei szentek szentjébe, hogy elvégezze az ítélet munkáját. Az ítéletkor Krisztussal való kapcsolatunk és iránta való viszonyulásunk határozza meg örök sorsunkat. Krisztus vágya, hogy megváltson bennünket. Mindent megtesz, amit csak tud, hogy megmentsen bennünket. Azt mondja: Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. Láthatjuk, hogy az ítéletben nem egyedül kell megállnunk. Ha megvallottuk Krisztust, Ő is megval bennünket az Atya előtt. Ha Krisztus vagyunk, Ő a mi szószólónk. Krisztus által úgy állhatunk meg Isten előtt, mintha soha nem védkeztünk volna. A rólunk szóló feljegyzések csak megváltónk kedves életét fogják bemutatni, és az ő tökéletes élete jóvá lesz írva számunkra. Így hát, barátom, semmi ok sincs félni az ítélet napjától azoknak, akik teljes szívükből és lelkükből szeretik és követik Jézust. Mert ő be mutatni saját vére érdemét, hogy elfedjem minden megvallott bűnt. János ezt írta erről. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A föld utolsó óráiban élünk. Az adventet megelőző ítélet 1844 óta folyik a mennyei bíróságon. Nem kétséges, hogy az ítélet már Ábel megkezdődött, aki az első igaz emberként halt meg a föld nevű bolygón. Péter azt írta. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házám. Más szóval, az ítélet azokkal kezdődik, akik Isten fiainak vallották magukat. Csak elképzelni tudjuk Ábel napját a bíróság előtt. Ahogy az esetét sorra veszik, Isten látja Ábel életét, és ott van a feljegyzés arról, hogy elfogadta Isten bárányának halálát. Ábel egyik utolsó tette, amit a Biblia feljegyez, az az áldozat, amit egy eljövendő megváltóban való hite bizonyítékaként ajánlott fel. Krisztus élete jóvá lett írva számára. Bűneit mind elfedik Krisztus vére. Biztosak lehetünk benne, hogy Jézus, Ábel szószólója, kinyújtja szegekkel sebzett kezét, és azt mondja, az én vérem atyám megfizette Ábel tartozását. És hallhatjuk az angyalok tömegének örömújongását, amint Jézus így szól, hagyjátok Ábel nevét az életkönyvében. Ahogy Jézus ígérte, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. És az sem kétséges, hogy Judás neve is megjelenik a mennyei bíróság előtt. Jódás Krisztus követője volt egy az ő tanítványai közül. Nem volt teljesen romlott, de az élete elmaradt elhivatásától. Nem szerette Krisztust mindenek felett. Időnként vonzódott Krisztushoz, de egyik gyengesége a másikhoz vezetett, míg valóságosan is eladta urát a 30 ezüstért. Azután gyötremében felakasztotta magát. Jézus szerette Júdást. Az utolsó vacsora éjszakáján még le is hajolt, hogy megmossa Júdás poros lábait. Jézus remélte, hogy megérintheti ezt a büszke szívet? Azt akarta, hogy ott állhasson mellette az ítéletkor, mint szószólója, azonban Júdás elfordult tőle. Milyen szomorúság lehet Jézus számára Júdás nevének vizsgálata? Saját igazságunk nem segít az ítéletben. Hallgassuk csak, és mi minnyáján olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha, minden még mi Csak azok viselhetik Krisztus igazságának palástját, akik folyamatosan első helyre teszik őt életükben. Enélkül senkire nem tarthat igényt az ítéletben. Így Júdás neve törlésre kerül az életkönyvéből. Ünnepélyes időben élünk. Csak úgy, mint az izraelitáknak, nekünk is számot kell vetnünk az életünkkel. Fenn kell tartsuk Jézus iránti elkötelezettségünket, mert ez az egyetlen lehetőség, hogy felkészüljünk a bírósági idézésre. Az emberiség próba ideje hamarosan véget ér, és a határozat megszületik. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Abban az időben, Isten visszavonja az oly hosszú ideig felajánlott kegyelmét és bocsánatát. Az emberi nyelv legszomorúbb szavai lesznek azoknak szavai, akik kimarannak a megváltásból, akik nem fogadták el Krisztus túruknak és védőügyvédjüknek. Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Akkor Jézus visszatér a földre, ahogy olvashatjuk. És imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Barátom! Jézus vágyódik, hogy a szószólónk lehessen az ítéletben. Szeretné, ha elfogadnád te is a kálvárián hozott áldozatát. Szeretné, ha megvallanád Te is neki a bűneidet, hogy eltörölhesse azokat. Vágyódik, hogy a Te nevedet az Élet könyvében tudhassa. János leírja azokat, akik beléphetnek, és azokat, akik nem léphetnek be a Szent Szentvárosba. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Szeretnéd-e most megnyitni szívedet Jézus előtt? Szeretnéd-e kérni őt, hogy vegyen el mindent az életedből, ami kizárhat, az ő országából. Az ítéletben Isten mindent felfed rólunk. Minden láthatóvá válik az egész világegyetem előtt. Minden védkünk fel van jegyezve. Szeretnéd, hogy a bűneid el legyenek takarva Jézus vérével? Szeretnéd el, hogy Krisztus előlépjen és azt mondja, igen, ez a férfi, ez a nő az enyém közül való? Megbocsátottam bűnüket, eltöröltem az adósságukat, védkeiket elfedeztem a véremmel. Töröljék a róluk szóló feljegyzéseket örökre. Jézus a mennyei trón előtt áll. Az ítéletben mind megváltód vesz részt. Most, ebben a pillanatban. Kész vagy most hozzájönni? ne kiadod-e az egész életed? Miért nem emelnéd most a menny felé kezed és kérni őt? Igen, Uram, vedd az életem, a tiéd akarok lenni.